ilyen a jazz, és ilyen a komoly zene. A két műfaj között a legfontosabb különbség az, hogy a jazz zenészek előadók és zeneszerzők is egyben, a klasszikus zenében viszont nincs improvizáció, a zenekar kottából dolgozik. A két műfaj mégis közelebb áll egymáshoz, mint ahogy elsőre gondolnánk. Mind a hárman fiú! Ahogy ez a három kisfiú, úgy a jazz és a komoly zene is hasonlít és különbözik is egymástól. A művészetek házát szombaton délelőtt főleg gyerekek töltötték meg, a műsor elsősorban nekik szólt. Tanította és szórakoztatta a közönséget, és persze a fellépőket is. Én nagyon szeretem egyébként, amikor az ember nem nagyon tud ülve maradni a szerével, a ritmusok miatt. A miskolci közönségnek Bágyi Balázs triója és a miskolci szimfonikusok hozták el a programot. A zenekart Bátori Lóránt dirigálta. A miskolci szimfonikus zenekar már sok hasonló produkcióban vett részt, tehát számukra sem teljesen újdonság, bár ők ritkábban szoktak, többnyire nyilván komoly zenei produkciókat játszanak. Nekem ez egy profilom is a sok közül, hogy kimondottan ilyen produkciókat vállalok. Az előadást Lakner Tamás, Liszt Ferenc díjas karnagy indította útjára még 2015-ben. Azóta országszerte hatalmas sikerrel játsszák. Ilyen a jazz komolyan. Ebben nyilván az van benne, hogy a kettő ugyan látszólag messze van egymástól, de mégis vannak találkozási pontok. Nem egy jazz történeti műsor ez, hanem inkább a jazz jellegzetességeit, hogy miben különbözik a jazz minden más zenétől. Inkább ezt szeretnénk megmutatni a hallgatóságnak. Az Ilyen a jazz komolyan elnevezésű koncertről bővebb összeállítást Promenád című kulturális magazinunkban láthatnak majd.